Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. február 27-én, hétfőn este 19:30-tól. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek. Változások a temetkezési árakban, 10%-kal emel díjat a Pargondozó Kft. Települési értéktár fotópályázat a vasútállomás győzött. Megemlékezést tartottak pénteken délután az 56-os emlékparkban. Február 25-én a kommunista diktatúra több milliónyi áldozatára gondolunk, akik a hosszú évtizedek alatt szenvedtek a rendszerré válott törvénytelenségek miatt. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elhagyasult, hogy önként, kijelölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben hitt, stajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Radnóti Miklós Töredék című verse hangzott el Póli Róbert tolmácsolásában a himnusz után. A szakadó esőben gyűltek össze az 56-os emlékparkban pénteken délután, hogy fejet hajtsanak a kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtt. Az országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává, hiszen 1947-ben ugyanezen a napon hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Van elég nap arra, hogy egy-egy pillanatra megálljunk a kommunista diktatúra rémtetteit felidézni. Ilyen nap október 23-a, november 4-e, június 16-a Nagy Imre és Mártír társai kivégzésének napja, vagy éppen június 19-e az utolsó megszálló szovjet katona távozásának napja. Ezek mellett február 25-e egy olyan dátum, amikor azokra gondolunk, akiket kivégeztek, akiket megvertek és megnyomorítottak, akiket több évre börtönbe csuktak, akiket állásukból elküldtek, akiket származásuk miatt nem vettek fel bizonyos intézményekbe tanulni vagy dolgozni, akiket lakóhelyük elhagyására kényszerítettek. Számuk Magyarországon is több százezerre tehető. Romsics Ignác történész szerint például nincs olyan magyar család, amelyet így vagy úgy ne sújtott volna a kommunista represszió. A megemlékezés végén csak a koszorúk és a mécsesek maradtak. Meg a személyes történetek, amiket talán még megkérdezhetünk, ha van kitől. Várhatóan április 1-től változnak városunkban a temetkezési díjak. A Pargondozó Kft. Közel 10%-os áremelést tervez bevezetni a temetkezési árakra, így 3 év után emelkednek újra a költségek. 2014. január 1-je óta érvényes a jelenlegi temetési díjszabás városunkban. A szerdai képviselőtestületi ülésen a városatyák jóváhagyták a Pargondozó Kft. Által beterjesztett díjszabási anyagot, így 3 év után emelkednek újra a temetési költségek. A temetkezés az egy vállalkozási tevékenység a cégünknek, és itt nyilván a költségekre fedezetet kell nyújtani a bevételeknek is, és az élő munka ára az jelentősen nőtt. Hiszen január 1-től emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum nagysága is. Többek közt ezzel is indokolják az áremelkedést. Ez komoly bérköltségemelkedéssel járt, és ezeknek a fedezetét valahol meg kellett teremteni. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes, és hát ugye a kegyeleti terület önmagában is nagyon kényes területe az életnek, ezért igyekeztünk ezt olyan mértékben tenni, ami még elfogadható, olyan 10% körüli mértékben emeltünk. Jelentősebb mértékű változásra a díjszabásban a munkaidőn túleső, illetve a hétvégére és ünnepnapra tervezett temetések árában kell számítani, hiszen ilyenkor a dolgozók túlóra díja 150%, ünnepnapokon vagy hétvégeken pedig 200%-os. Így nagyjából a 10% körüli díjemelkedés történik átlagosan, és csak és kizárólag olyan szolgáltatási területen, ami élő munka igényes. Egyéb területeken, mint például sírhelyek és olyan dolgok, amik nem élő munkával függnek össze, ott nem változtatunk a díjainkon. Az új megemelt díjszabás várhatóan április 1-től fog életbe lépni városunkban. Február 24-én nyitott meg az a fotókiállítás, ahol többek között megtekinthető a Települési Értéktár fotópályázat győztes alkotása is, amely a kalocsai vasútállomásról készült egy fiatal fényképész által. Kalocsa város fényképei a Kalocsai Települési Értéktár elemei címmel nyílt meg múlt pénteken az a fotókiállítás, ahol az érdeklődők különböző, nem csupán kalocsai fotósok által, azonban a városról készített fotókat tekinthettek meg.
A kiállításhoz egy pályázat is tartozott, amelynek keretein belül külön elismerték a legjobb képet és egyben természetesen készítőjét is. A nyertes egy miskei fotós lett a kalocsai vasútállomásról készített képével. Nekem ezek a régi, kicsit úgymond elhagyatott épületek, ezek nagy kedvenceim, és pont ezért egy kicsit a város szélén van, egy kicsit elhagyatva, ezért nem is volt kérdés, hogy mi lesz a fő csapás irány. A győztes fotós ugyanakkor elárulta, hogy egy-egy kép készítése az ő esetében nem annyira tudatos, mint egy profi fotós esetében, aki például beállításokban gondolkozik. Én ösztönből fotózok, tehát én meglátom azt mondom, hogy ez így jó, nem mérlegelek, hogy ez most pont így kellene, hogy álljon, vagy pont ezt kéne, hogy mutassa, hanem ami megszületik a fejembe és a gép előtt, ezekből ezt lehet látni. Kovács Ferenc elmondta továbbá, hogy szerinte manapság a fotósok döntő többsége utómunkát is igénybe vesz a fotózáshoz, ezzel saját bevallása szerint ő maga is így van. Általában amikor megmutatom valakinek az eredeti képet, és utána megmutatom a készképet, akkor azt mondják, hogy ez nem ugyanaz. Úgyhogy én nagyon sokat használok különböző programokat ehhez. A fotópályázat második helyén egy budapesti művészettörténész, illetve épület- és műemlékfotós végzett azzal a képével, melyet a Sóhajok hídjáról készített. Akkor itt voltam, szakadt az eső, és másra, erre a két, a malomra, illetve a Sóhajok hídjára volt egyáltalán lehetőségem, hogy kívülről fotózzak, tehát az utcán. A másik sorozat, ugye az éppen ezért bemenekültem az Árda templomba, és gondoltam, hogy akkor egy olyan sorozatot készítek, amit valóban én azt hiszem, hogy a települési értéktárban ilyen jellegű fotókra van szükség, amit valóban lehet archiválni, mert ez volt a kiírásban. A kiállítás hétfő és vasárnap kivételével naponta délelőtt 10 és 12, illetve délután 14 és 17 óra között egészen március 18-áig tekinthető meg. Február 24-én délelőtt a Védőnöknél vendégeskedett a Zöldövezet társulás. Az előadáson a mosható pelenkában rejlő lehetőségek megismeréséről és népszerűsítéséről tartottak beszámolót. Február 24-én pénteken a délelőtti órákban a Zöldövezet társulás tartott előadást a kalocsai védőnőknek. Mi környezetvédelmi egyesületként legfontosabb, vagy legfőképpen a hulladék megelőzést és a hulladék környezetbarátabb kezelését tűztük ki a zászlónkra, és ezt próbáljuk minél több helyen elterjeszteni, ezért választottunk egy széles társadalmi kört, vagy társadalmi réteget, tehát nem csak a fiatalokkal foglalkozunk, vagy az idősebbekkel, akik mondjuk rendezvényekre járnak, mert ott is szervezünk környezetvédelmi programokat, hanem most már a családokat is szeretnénk megszólítani, és ezért hoztuk létre ezt a mosható pelenka népszerűsítési kampányunkat, amivel rengeteg hulladékkal tudjuk könnyíteni, úgymond a lerakókat. Az előadás tehát a mosható pelenkáról és annak előnyeiről szólt. Gyakorlatilag a modern mosható pelenkáról tartunk bemutatást, annak a használatáról, előnyeiről. Ugye még a fejekben itt a régi tetrapelenkák élnek, amiket főzni kellett, nagyanyáink gyakran csinálták. Ezek a mosható pelenkák már sokkal modernebbek, könnyen használhatóak, patentos kialakításúak, tehát szinte mint az eldobható verziót annyira könnyű a használata, amellett hát a környezetvédelmi előnyei tagadhatatlanok, ugye sokkal kevesebb hulladék, illetve egészségügyi előnyei is vannak, mert egy szellősebb környezetben van a gyereknek a popsia, ami nagyon sok kórokozótól megelőzheti. Többek közt az angliai és lengyel mellett magyar gyártója is van, és ajánlatos több fajtát kipróbálni, hiszen minden gyereknek más a megfelelő. Mi azt látjuk, hogy a modern anyukák már érdeklődnek ez iránt. Nyilván egy kicsit ki kell lépnünk a komfortzónánkból, mert azért megijed az ember, hogyha itt a folyamatos mosásról beszél, viszont összességében annyi előnnyel jár, amit azt gondolom, hogy egy felelős édesanya megtehet a gyerekért, úgyhogy azért is vagyunk, hogy minél több helyre eljussunk. Most itt a védőnéniknek tartunk előadást, ez nagyon jó lehetőség, hogy sok helyre eljusson az üzenet. Ezeket a pelenkákat főleg az internetről lehet beszerezni, különböző fórumokról, vagy kifejezetten erről szóló internetes oldalakról. Több mint 200 egzotikus állatot tekinthettek, vagy akár érinthettek meg az érdeklődők a múlt pénteki kis állatkiállítás alkalmával, amely során aligátor, vagy éppen óriás teknős is akadt. Aligátorok, pókok, leguánok, gyíkok és óriás kígyók. Sokféle állattal érkezett Kalocsára a kisállat kiállítás,
hiszen több mint 25 fajta állatot láthattak az érdeklődők a kulturális központban. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt érdekelt és vonzott a kiállítás, amely az ország több pontján is megtekinthető az év folyamán. Mi valójában cirkuszisták vagyunk, és minden adott nekünk. Télen szoktunk ilyen kiállításokkal járni, és a nyáron, illetve tavasztól őszig cirkusszal járunk. Ezek készszelíd állatok, egyébként ilyen bemutatót is szoktunk a cirkuszba tartani. Van az a közel két méteres krokodilunk, annak a száját ki lehet nyitni vele, nyulok, ilyeneket szoktunk vele, ilyen hüllő bemutatót. Ez akár azt is jelentheti, hogy cirkuszi idényben hétről hétre más helyen szórakoztatják a közönséget, akár országhatárokon túl is. Új helyeket, városokat, országokat járunk. Nem csak Magyarországon, külföldre is szoktunk, Románia, Szlovákia, mindenfele megyünk. Az egyébként emberre teljesen ártalmatlan állatokat bár volt, aki félve fogta meg, azonban a kiállítás vezetője hangsúlyozta, hogy eredetük is teljes mértékben lekövethető, hiszen szigorú törvényi előírásoknak kell megfelelni ezzel kapcsolatban is. Állatkertekből, illetve ismerősöktől, de már régóta megvannak az állataink, vigyázunk rá abszolút egyébként, hogy megfelelő legyen minden nekik a tartásuk, régóta megvannak. Fontosak ugyanakkor a közönség igényei is, hiszen így tehet szert minél több látogatóra, akár egy kiállítás, akár egy cirkusz. Mindig próbáljuk egyébként cserélni a programot minden évben, az állatok vonzzák az embereket, az állatok, így van. Akadt olyan, aki az óriás teknőssel fotózkodott, de az összes állat iránt nagy volt az érdeklődés, így a kiállítás egyértelműen osztatlan sikert aratott. 3 pont előnnyel továbbra is vezeti az MB2 délnyugati csoportját a Kalocsai Kézilabdaklub felnőtt férfi együttese, miután hétvégén hazai pályán fogadták és győzték le a Siklós együttesét. Hétvégén játszotta idei első hazai mérkőzését a Kalocsai Kézilabdaklub felnőtt férfi együttese, mégpedig a dobogós helyekre is jó eséllyel pályázó Siklós csapatát fogadva. Az ellenfél ősszel 4 gólos vereséget mért a KKC-re, amely az idény első felében a Kalocsa egyetlen vesztes mérkőzését jelentette. Kolicsi János csapata már csak ennél fogva is szeretett volna visszavágni a Siklósi gárdának. Fölhívtam a játékosai figyelmét arra, hogy a jobb játékos állományuk ellenére, vagy a jó játékos állományuk ellenére mi biztos, hogy edzettségben jobbak vagyunk. Ez kidomborodott mindjárt a mérkőzés elején, szinte ledaráltuk őket. Nagy lendülettel, nagy dinamikával kezdtünk és elhúztunk. És a nagyobb előnynek az okán az első fél idő végére elkönnyelműsködtük a támadásainkat. Kolicsi János hozzátette, hogy a csapat átlövésből nem volt elég hatékony, így inkább betörésből operált a Kalocsai együttes, de szélről is sikerült több gólt szerezni. Egy percig nem volt kétség, hogy megnyerjük a mérkőzést, és ami fontos volt, hogy több góllal nyerjünk, mint amennyivel ott kikaptunk, mert az egymás ellen elért eredmény alapján helyezés szempontjából ez fontos lehet. A Kalocsai KC végül 5 gólos sikert könyvelhetett el azzal, hogy 30-25-re győzte le a tabella 3. helyén álló Siklóst, nem úgy, mint egy héttel korábban a Komló együttesét, akik 31-23-as vereséget mértek a KKC-re. Kolicsi János ennek kapcsán elmondta, hogy nem született meglepetés eredmény, illetve a vereség sem olyan mértékű, mint azt sokan elsőre gondolnák. A komplett csapat NB1-es volt, és nem futottunk be nagy zakóba. Teljesen reális eredmény született, és az a csapat, aki ez ellen a csapat ellen 10 alatt megúszta, azok is majd elmondhatják magukról, hogy ez nem zakó, hanem a realitás. A KKC legközelebb március 5-én vasárnap a Péccsel mérkőzik majd idegenben, akik bár papíron könnyű ellenfélnek ígérkeznek, azonban ennek ellenére sem szabad előre elkönyvelni a győzelmet, hangsúlyozta a Kalocsai KC vezetőedzője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is ne felejtjék, kövessék nyomon Facebook oldalunkat és weblapunkat a www.kalocsatv.hu-t. Szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!